Milyen a hangulat az autóban? Mióta mentek a Botival, és milyen élmények fűződnek hozzá? Hát olyan régóta megyünk, hogy már vissza kell emlékezni, hogy tényleg, és annyira repülnek az évek, hogy így észre se veszi az ember, hogy eltelt 1-2 vagy lassan 5 év. Hát 2016 szeptemberében akkor volt az első futam Kassán, és ott igazából azóta úgymond egy párost alkotunk így a versenyeken. Te készültél az adásra, vagy ez így megy fejből, hogy 2016 Kassa? Ez megmaradt. Tehát, hogy ez pontosan tudom. Még azt is tudom, hogy ott elromlott az átbeszélő, és az első két gyors az úgy ment le, hogy mindenkinek új volt, senki nem tudta, hogy a másik úgymond mit tud, vagy mit várhat tőle, és akkor még átbeszélő nélkül is kellett elemennünk, de a verseny végére kiosztunk egy olyan jó eredményt, amit már fogalmam nincs mi volt, de hogy azóta így együtt versenyzünk. Szerintem a magyar kategóriát megnyertük, a szlovák kategóriában meg talán első háromba voltunk valahol. Remélem. Azt követően nem is fordult meg a férbe, hogy lecserél? Nem. Határozottan nem, és tehát tényleg a gyorsasági szakaszokon olyan szinten működik ez a közös munka, hogy nem. Szerintem a navigátoroknál a legfontosabb az, hogy a versenyautóban, a gyorsasági szakaszon, tehát a stopperre, amikor megy, ott milyen teljesítményt nyújt. Mikor tudja mondani az adott információt, mennyire tudja felvenni a ritmust, mennyire tudja szabályozni a pilótát, akinek úgymond érzi a habitusát, az akkori érzelmi állapotát, a reakcióit, tehát hogy kezeli az autót, és ennek függvényében tud visszafogni, illetve egy kicsit ösztönözni, motiválni, gyorsítani, ha úgy kezdek bealudni. Előfordul? Elő. Hát, amit mondtam, hogy erősödtem sokat fejbe, egyre ritkábban és kevésbé, és azért érzem azt, hogy mi az a teljesítmény, ami úgy tényleg működik, de valahogy előfordul. Mikortól kattogsz már egy-egy versenyen? Mennyi idővel előtte, vagy hogy néz ki egyáltalán egy verseny hete számodra? A videózás az megy, tehát hogy az előtte felkészülés. Nyilván a verseny kiírása, amikor megjelenik, akkor tudom úgymond komolyabban venni a versenyt, hogy valóban lesz az elmúlt 2-3 év óta, mert itt azért itt belecsöppentünk egy olyan helyzetbe is, ami nem várt. És tényleg, amikor megvan a kiírás, megvan a valós szándék, hogy az a verseny az meg lesz rendezve, onnantól kezdve akkor mindent beleteszek. Tehát a videókat folyamatosan, szállásfoglalás, csapatkoordinálás, versenyautó felkészítés, beállítások, kitalálása, tesztszervezés, tehát ebből áll úgymond a verseny előtti előkészületek, és a verseny hete pedig úgy van, hogy Botival leutazunk a versenyre, ott felkészülünk, nyilván adminisztratív átvétel, illetve pályabejárást csináljuk. Ez alatt a csapat a versenyautót koordinálja, logisztikát intézi, és alapvetően ott a lehető legjobban próbáljuk feldolgozni a pályákat a pályabejárás alatt. Verseny hetében foglalkozom még mással, vagy akkor már kizársz mindent, hogy csak az lehessen? Foglalkozok. Tehát, hogy például nem azt mondom, hogy félváról veszem, mert ez nincs így, de például a Waldfirter Rallyn, amikor elmentünk a szállásra, ott például írtam a szakdolgozatot. Úgyhogy ilyennekkel is szoktam. Nem, és azt vettem észre, hogy amikor kicsit lazábban állok a feladathoz, nem stresszelek rá, illetve nem feszülök rá annyira úgymond a versenyre, akkor egy kicsit jobban tudjuk teljesíteni azt. Fel tudod sorolni, hány navigátort fogyasztottál el? Hát, pontos számot most, ha kéne mondanom, hát ilyen 6-7 körül szerintem, de lehet, hogy 10-hez közelít. Vegyük végig, aki eszedbe jut, aztán ha kimarad, akkor majd feliratozzuk. Kerekes Jotival, hát nem, édesapámmal kezdtem a karriert, tehát ő volt az első navigátorom, utána
Utána, amikor egy kicsit komolyabban kezdtünk foglalkozni a rallival, akkor Kerekes Joti volt a navigátorom, mentorom, aki úgy terelgetett az úton az első évben. Ez 13-ban volt, és igazából 14-től jött egy hosszabb időszak, amikor Kecskeméti Balázs navigált, és tényleg megtanított ennek a sportnak úgymond a rejtelmeire és a legapróbb részletekre is. És tehát tényleg adott egy olyan szemléletet ezzel kapcsolatban, ami a mai napig végig kísér, és tényleg én akkor még eléggé fiatal voltam, tehát gyerek voltam, és fura volt az, hogy január 1-én, vagy pontosabban, nem is tudom, 17 évesen elmentem egy mondhatni idegennel a Janner Rallyra december 31-én, úgyhogy mindenki nélkül, tehát hogy a család meg mindenki itthon maradt, és az egy ilyen elég komoly mérföldkő volt így a pályafutásba, egy EB futamra. Tehát így ketten megindultunk, és akkor versenyeztünk. Na és onnantól kezdve jött egy hosszú időszak vele, amikor megjártunk azért évente 20-25 versenyt, ami szerintem elég komoly szám így az 52 hétvégét nézve egy évben. Tehát ott a versenyzésről szólt úgy az élet. Utána, amikor tehát Balázs Ausztriába ragadt, tehát kimentünk versenyezni, és ő életvitelszerűen ott maradt, munkája nem igazán tette lehetővé, hogy így elköteleződjön továbbra a sportnak, és akkor ez a kapcsolat amiatt szakadt meg, mint navigátor, de emberileg a mai napig beszélünk, és jó a viszony. Utána talán, hát most ebbe elbizonytalanodtam, de utána talán Csökő Zoltánnal versenyeztem, és akkor abban az évben még Nyírfás Juli volt a navigátor, akivel egy EB szezont tudhatunk magunk mögött, és tényleg ő is teljes mértékben profinál az egész sporthoz, és látszik az, hogy azért az Európa-bajnokságon nevelték őt is. És így a 2016 szeptemberében pedig Boti navigált nekem, és azóta mondhatni csak vele versenyeztem. A tavalyi évben volt egy felkészülési verseny, amikor Papp Tomi navigált nekem. Ez egy ilyen egyszeri alkalom volt, de arról is nagyon jó élmény van. Illetve Farnady Ágival mentem két futamot, egy Lavantárralit, illetve egy Kanári-szigeteki versenyt. Azt mondtad, hogy Tomival sem volt rossz a közös futam. El tudnád esetleg állandó navigátorodként képzelni? El, igen. Tehát szerintem ő is tudja azt a szakmai tudást, illetve a másik fontos dolog, azt is tudja, tehát ezt a hozzáállást, illetve a... Nem jut a szembe a szó. A lelkesedést, vagy nem tudom. A szakmai alázat. Igen. Tomi meg az alázat. Na mindegy, ebből már jól nem jövünk ki ezúton is, sok boldogságot nekik. Volt azért egy-két nagyobb esés. Volt, előfordult az is. Tehát, hogy a Lavantár Rallyn is takartunk egy nagyot, de a legnagyobb talán az volt, amikor a lengyel EB futamon, az első gyorson, szerintem sose mentünk olyan gyorsan, de ott egy kicsit benéztem egy kanyart. Orral átestünk egy árkon, és az volt a legszarabb élmény, amikor így Boti elájult. Szerintem annyira váratlanul érte őt ez az erős erőhatás, hogy ott elvesztette az eszméletét, és utána ott egy napot kórházba töltöttünk. Az akkor egyáltalán nem volt, nem az, hogy vicces, hanem elég ijesztően éltük meg azt, hogy tehát pár percenként ugyanazt a kérdéssort ismételte meg, és tehát nem tudtuk, hogy ebből hogy jövünk ki, de hála Istennek utólag azért szerencsésen alakult, és mosolyogva jön ki belőle az ember olyan értelemben, hogy a filmből ugyanaz volt, hogy Hello, Tom vagyok. Tehát, hogy igazából ez, de ott egy kicsit át kellett értékelni az embernek azt, hogy azért ez mégiscsak egy veszélyes sport,
nyilván mindenki beszél róla, meg stb., de ezt csak akkor éled át, amikor te is szembesülsz vele. Na ott én is kaptam egy olyan pofont, ami kellett ahhoz, hogy megfelelő alázattal és tudatossággal állj hozzá ehhez a sporthoz. Illetve még ami volt talán Írországban, ott hát van pár bukkanó, egyet átnyomtunk, nem úgy érkeztünk, ahogy szerettünk volna, mohán megcsúsztunk, átestünk egy kőfalon, kivittünk egy villanyoszlopot, és még hemperegtünk egyet a réten. Nem sokszor mentünk bérautóval, de az pont az volt, úgyhogy az még így anyagilag se volt a legjobb befektetés, de legalább jártunk Írországba, és ott is versenyezhettünk, ha nem is végig, de igazából ennyi. És hát így elég emlékezetes maradt az a futam. Igen, abszolút. Mentünk tehát a írházas pár befogadott minket, és megkínáltak teljes teával. Ha jól tudom, ez ott a közkedvelt forró ital. Elég furcsa volt, de abszolút vendégszeretőek voltak, amíg vártuk a trélert. És legalább az ő kerítésüket vittétek ki? Nem, a szembe lévőt, ott szerencsére csak egy ilyen legelő volt. Tehát, hogy ott nem okoztunk nagy kárt, ellenben Ausztriában egyszer volt, hogy a falunak nélkülöznie kellett egy hétre a telefon és internet szolgáltatást, mert hát átnyomtuk a célt. Boti azt mondta, nem fér át, én megpróbáltam. Egy lejtőn mentünk, egy enyhe jobb-bal kombináció volt, a jobb oldalon volt egy gumi bála vagy gumistóc, az megdobott minket, rástunk egy kőfalra, amin végig csúsztunk, egészen addig, amíg el nem akadtunk egy villanyóra szekrénybe, az befordított minket, igazából ledaráltunk körülbelül 25 méter ilyen drótkerítést, és ez a pincefalazó tégla fal állított meg. De ez korom sötétben volt, és úgy, hogy átestünk a célon, tehát az idő eredményünk megvolt, és tudtuk folytatni a versenyt, csak olyan szinten összetört a kocsi, hogy a parkfermébe, hát a parkferméből nem tudtunk volna reggel kijönni, mert nem nyílt az ajtó, meg tényleg de nem lehetett megcsinálni. Úgyhogy, ja, és akkor Hans kinyitotta a pinceajtót, hogy was magst du? Úgyhogy, ja, hát biztos volt még egyébként. Erőtte egyébként nagy autóval nem nagyon romboltam. Volt egy-két apró hiba, de olyan nagyon nagy hempergést nem csináltam vele. Vegyük végig, hogy milyen kocsikkal mentél pályafutásod alatt. Lehetőleg sorrendben, de nem baj, hogyha kimarad és utána emlékezel rá vissza. Hát... Most az elejét annyira nem részletezem, de ilyen gokárttal kezdtem, tehát 6 éves koromban kaptam egy gokártot, utána volt egy Trabant motoros szöcske, amivel tehát helyben tudtam gyakorolni. Utána ezt egy Suzuki Swift-tel rodeóztam még, illetve utána lett egy hátsókerekes BMW. Ott következett egy komoly slalom. Karriernek mondanám szinte, tehát ott is azért eljutottunk a helyi versenyek csúcsáig, tehát tudtunk nyerni abszolútba slalom versenyeket is, és ezt követően a BMW-t nem is átfejlesztettük, de átalakítottuk rally versenyekre, ahol még jogosítvány nélkül kezdtem így a versenyzést. És a BMW-s korszak után jött egy rallycrossos junior kupás swiftezés, utána ott is BMW-vel indultunk, tehát párhuzamosan volt egy rallizás BMW-vel, rallycross BMW-vel, és akkor ez olyan szinten szűkült le, hogy első osztályú vagy másodosztályú magyar rally versenyen indultunk egy Suzuki Swift Super 1.6-tal, ami egy utólag visszagondolva egy nagyon komoly lépcsőfok volt, de ott akkor nem igazán tudatosult bennem, hogy ez mekkora dolog,
és így utólag tényleg alázattal, és hogy is mondjam, tehát hogy elismeréssel nézek arra, aki beleültetett ebbe az autóba, de ott a kapásból a harmadik verseny egy EB futam volt vele. És ott a 2013-as évet befejeztük a Suzuki-val, utána jött egy két éves vagy másfél éves Clio R3 korszak, amikor Renault Clio R3-assal mentük ezt az évi 20 verseny Balázzsal, és ott 15 nyár végén jött meg az első Peugeot-nk, és akkor viszont jött egy nagyon komoly Peugeot-s korszak, ami talán 2019-2020-ig tartott, és hát talán 10 darab Peugeot R2-es fordult meg ebbe a műhelybe. Volt, amikor nehéz volt elhelyezni őket. Nem egy időben volt ennyi autó, de így folyamatosan, tehát építettünk versenyautókat, raktunk össze, üzemeltettük, és tehát azért jó párral mentem is, sőt, talán egy-kettő volt, amivel nem mentem, azok a mai napig makulátlan állapotban vannak. És akkor utána, Peugeot után több elsőkerekes versenyautót nem próbáltam, nem mentem vele, hanem tehát mondhatni az R5-ös palettát végig próbálhattam. Skodával kezdtünk, a Korda Racinggel, illetve a Ritmusase támogatásával Mitropa kupába, utána saját versenyautóval folytattuk, Ford Fiesta R5, hát ez 2019-től 2020-ig. Pedig a Skoda. Egyszer próbáltam még az Euroringen a Takács Motorsport ajánlott fel egy Citroen R5 vezetést, és az próbáltam még ki. És az milyen volt? Pozitív élmény volt, tehát nem volt... azt sem mondtam, hogy én ezzel az autóval soha nem akarok menni, nyilván nem is volt adott arra a lehetőség, hogy ebből bármit is leszűrjek, de nyilván ezt a stopper mutatja meg, ha az ember elindul egy versenyen vele. De a belső megoldások az nekem nagyon hozzám közel állt, mivel az is egy Peugeot-hoz közeli autó, tehát ugyanaz a versenycsapat fejlesztette, tehát ott azok a megoldások, amiket előtte így megszoktam, az visszaköszönt.